Barna Éra vagyok, a Ferencvárosi Közösségi Alapítványnak az igazgatója, hogy Gabi is elmondta, és az egyik kurátora kezdettől fogva. Belevágok, nagyon sok fontos és jó dolog már elhangzott, ami egy picikét összecseng azzal is, vagy helyenként nem is annyira, aki picikét azzal, amit én mondani szándékozom, de azért a programok között vannak különbözőségek is, és a végén valóban szeretnék egy kicsit arra is reflektálni, amit többek között a Miklós a felvezető előadásába is már behozott. Kis türelmet kérek szépen. Igen, de most még itt nem tartunk. A végén majd az is lesz, mert van egy aktuális kampányunk, ami most nagyon is témába vág. Tehát a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány 2011-ben hoztuk létre, Magyarország első közösségi alapítványa volt ezzel. Ez azért is érdekes helyzet, mert egyébként csak a visegrádi országok régiójában közel 30 úgynevezett közösségi alapítvány volt már akkor. Valamiért, mint sok más dologban, itt is volt egy ilyen különbözőség, egy ilyen különutas megoldás a Magyarországnak. De mit is jelent ugye az, hogy közösségi alapítvány? Ezt most rögtön meg is magyarázom. Az alapítványt 9-szer hoztuk létre ferencvárosi magánszemélyek. Ez azt jelenti, hogy mi akkor is úgy tekintettünk magunkra, és most is úgy tekintünk magunkra, mint akik úgynevezett tapasztalati szakértői vagyunk ennek a kerületnek. Ez azt jelenti, hogy mindenki lát belőle valamit ebből a kerületből. Én például szociális területről érkeztem, amikor létrehoztuk ezt az alapítványt 11-ben, akkor én egy másik helyi alapítványnál dolgoztam, amelyik szenvedélybeteg ellátással foglalkozik. De itt a kurátorok között az első képen, akiket láttok, van olyan, aki civil szervezeti múlttal, szervezetfejlesztői múlttal érkezett, van, aki színháznak a pénzügyi igazgatója volt, illetve jelenleg is az, van olyan, aki József Attila lakótelepen élő nyugdíjas kollégánk volt, van olyan, aki egy helyi nagymúltú cégnél vezetői beosztásban dolgozott már akkor is. Tehát egyszerűen más-más szeletét láttuk a kerületnek mi, akik ezt létrehoztuk. A misszió pedig tulajdonképpen egy borzasztó erő, borzasztó egyszerű ötletre épült. Az volt, hogy mi úgy járuljunk hozzá az általunk szeretett 9. kerületnek a jobb létéhez, Ferencvárosnak a jobb létéhez, illetve hát az itt élők és az itt dolgozóknak az életét úgy tegyük egy kicsikét szebbé, hogy az adományozási kultúrát próbáljuk megfejleszteni. És ugye ez milyen tevékenységeken keresztül tud megvalósulni? Elsősorban helyi adománygyűjtésen, ami azt jelenti, hogy magánszemélyektől, kis- és középvállalkozásoktól és nagyvállalatoktól gyűjtünk adományt, helyi támogatás osztáson, tehát mi egy olyan hitszervezet vagyunk, akik nem csak begyűjtjük az adományt, hanem arról azt az utat szeretnénk biztosítani, hogy ezek a támogatások, ezek az adományok utána jó helyre kerüljenek, részben informális közösségeknek, és nagyobb részben pedig működő, már bejegyzett non-profit szervezeteknek. Illetve ezek a két lábbal szorosan összefügg, csak ott nem feltétlen van pénzmozgás. A Ferencvárosi Közösségi Alapítvány helyi közösségfejlesztő programokat is csinál, itt a négyfős tábunk látható az alsó képen. Mitől különleges tulajdonképpen ez az alapítvány, vagy mitől nézhettek, remélem, ti is egy picit ránk másképp? Ugye elsősorban lokalitásra épül, ez nem kérdés, jelen esetben 9. kerületben dolgozunk, itt helyben gyűjtünk forrást, helyi jó ügyekre. Független a szervezet, mert mi állami, illetve önkormányzati forrásokra nem pályázunk egyáltalán, ilyen támogatást nem kértünk az elmúlt, most már majdnem 10 évünk alatt. Nem vagyunk ezzel konkurensei a helyi civil szervezeteknek, ez nagyon fontos a politikus szempontjából. Mi úgy gondoljuk, hogy egy olyan kísérletbe fogtunk, amiben, hogyha beletörik a bicskánk, nagy Isten, akkor ez a történetnek a velejárója, de semmiképpen sem szeretnénk olyan pályázatokon indulni, ahol ténylegesen azzal már, hogy elindulunk, konkurenseivé, versenytársaivá válunk a helyi civil szervezeteknek. Az FKA az egy elég változatos palettával tud támogatni. Vannak rendezvényes adománygyűjtéseink, itt a képen azt látjátok, ami a Swimathon kampányunkból egy szép pillanat. Ezt eddig 4 alkalommal rendeztük meg, sajnos idén elmaradt ugye júniusban a COVID miatt, de ez egy olyan adománygyűjtő kampány, amiben alkalmanként egyébként 2-8 ügy számára is gyűjtünk, kicsit később még erről beszélek. Ezen kívül természetesen mi is írunk ki pályázatokat, például volt most olyan krízis támogatásunk is,
amely egy kerületben működő cég, a BP, a British Petrol részéről érkező adománynak volt köszönhető, 2,2 millió forintot tudtuk most úgynevezett gyorssegélyként kiosztani kerületi civil szervezeteknek, de azt megelőzően volt a Cvak Péter emlékalapunkból is egy 1 milliós támogatás, ahol pedig Ferencvárosi, nagyon legnehezebb helyzetben, mondhatjuk talán legnehezebb helyzetben lévő középső ferencvárosi családoknak, embereknek így egy kis segítséget nyújtatni már a járványidőszak alatt, a Horizont Szociális Alapítványon keresztül. Bármely téma, illetve terület ügy támogatható lehet tulajdonképpen. Ez egy borzasztó nagy felszabadultságot ad a kuratóriumunknak, mert nyilvánvalóan hát ebben van azért egy szubjektivitás is a kurátorok részéről, de hosszú-hosszú viták, diskurzusok után mindig megszületik az a megoldás, ami mindenki számára megnyugtató, például amikor pályázati úton próbálunk meg ugye eljuttatni pénzt A-ból B-be. Nagyon közel látható az eredmény, tehát az FKA, aki 9. kerületben működik, ugye itt tényleg saját szemével láthatja azt, hogy azok a pénzek hova jutnak, az adományozóink, akik helyből jönnek, ők is sokkal testközelből, sokkal inkább testközelből láthatják azt, hogy mire megy a támogatás. A hitszervezeti voltunkról már beszéltem. Fontos ugye ezáltal, hogy mi azzal, hogy helyben vagyunk, mindannyian kötődünk erősen kurátorként, munkatársként a kerülethez, ezért nagyon fontos az, hogy nem egy elefántcsontoronyból vagyunk támogatás osztó szervezet sem. Ismerjük jól azt, akinek megy a pénz, és igyekszünk jól megismerni azt is, akitől jön a pénz. Legyen magánszemély, vagy legyen vállalkozó, vagy akár egy nagyobb cég a kerületben. Viszonylag gyorsan tudunk adni, tehát nincsen ilyen bürokratikus eljárás, ami talán máshol megnehezíti a pénzhez jutást. És hát a legfontosabb üzenete a ferencvárosiak fele, Ferencvároshoz kötődők fele, azt, hogy azt gondoljuk, hogy mindenki meg tudja találni a saját magát ebben, mert mindenki adhat valamit a kerületért, a saját környezetért, az is adhat, akinek jó ötlete van, akár civilként, akinek önkéntes munka lehetősége van, hogy ezt adja, tehát időt tud erre szállni, szakértelmet, és az is, akinek pénze van, de nem tudja igazából azt, hogy hova adja, illetve pro bono felajánlása van, természetbeni támogatása a közösség számára. Közösségi adománygyűjtésben az egyik nagykövetes, úgynevezett nagykövetes kampányunk, ugye a Swimathon, amire már utaltam az előbb, ez egy adaptáció, ami angol modell alapján született meg itt Magyarországon, mi hoztuk be ide 4-5 évvel ezelőtt. Egyébként azzal együtt, hogy angol a modell, mi ezt a Kolozsvári Közösségi Alapítványnál egy tanulmányban láttuk, és beleszerettük rögtön. Tudtuk azt, hogy ezt mi valahogy ide szeretnénk hozni. Egyébként Romániában évente 4-5 nagyvárosban is rendeznek már szimatonokat. Ugye röviden csak az adománygyűjtésnek ez egy olyan formája, ez a nagykövetes, amikor a követeken keresztül, tehát emberek vállalják azt, hogy követ szerepbe kerülnek hetekre, amíg a kampány tart. Azt mondják, hogy a barátaiknak, ismerőseiknek, kollégáiknak, tehát a saját networküket mozgósítva, hogy nekem nagyon fontos ez az ügy, és én azt szeretném kérni tőletek, hogy én miattam is, persze megindoklom, hogy miért fontos ez, támogassátok azt az ügyet, aminek a képviseletében most egy kihívást fogok majd teljesíteni egy nap. Nálunk a Swimathon napján ezek a nagykövetek leúsznak egy bizonyos távot, vagy egy bizonyos időben teljesítenek, itt ilyen személyre szabott kihívások vannak. Addig 4 alkalommal rendeztük ezt meg, 17-ben elnyerte ez a kampány a legsikeresebb civil kampány díjat, a civil díjon, amelyet a New York szokott minden évben kihirdetni, ennek nagyon örültünk, és ez egy szép pillanata volt annak az évnek, amikor itt a Swimathon rendezvény végén, ugye az úszók és a résztvevők együtt örültek annak a, hát akkor azt hiszem, körülbelül abban az évben 17 millió forint gyűlt össze annak a 7 ügynek a javára. Összességében 60 millió forint, majdnem, 59,5 millió forint gyűlt össze idáig a 4 év alatt, 24 Ferencvároshoz kötődött programot támogattunk. Itt a legkülönbözőbb területekre kell gondolni. Most csak ahogy a képre nézek, de nyilván ez most egy abszolút véletlenszerű és szubjektív választás, van benne olyan, ahol épp és sérült színészek együtt játszanak egy színházban, a más színházban. Van olyan, ahol József Attila lakótelepen remekül működő, kisgyerekes családok számára működő programot tudtunk itt támogatni.
volt olyan, ahol egy dokumentumfilmes műhely iskolák számára, de ebben most nem mennék tovább. Igazából érzékeltetni csak azt szerettem volna ezzel, hogy tényleg a legkülönbözőbb területeken lévő szervezetek juthatnak adományokhoz. A másik nagy sikerű programunk az élőadás adománygyűjtő estünk, közösségi adománygyűjtő estünk. Szintén adaptációról volt szó, vagy van szó. Ezt 6 évvel ezelőtt láttuk Londonban. Az eredeti angol címe ez a Giving Circle. Ez arra utal, hogy ez a nemzetközi szervezet, a The Funding Network nevű szervezet, amelynek Angliában, Londonban van a központja. Az elnevezéssel is arra kívánt már ugye utalni, hogy ők egy állandó adományozni szándékozó kört, közösséget szeretnének teremteni maguk köré, akik visszajárnak erre a bizonyos adománygyűjtő estre, és rendre támogatnak ilyen ügyeket. Természetesen tudtuk már akkor is, hogy Angliában ennek sokkal nagyobb múltja van az adományozásnak egyáltalán, hát még a közösségi adományozásnak. Szerettünk volna még egy olyan magyar nevet választani, ami egy kicsit egy szójátékra épülő. Benne van az, hogy élőben akkor az est során tudják felajánlani támogatásukat az adományozók, és szerettünk volna egy kicsit arra is utalni ezzel a névvel, amit hál' Istennek vissza is szoktak jelezni a élő adás esten résztvevő vendégeink, hogy ez egy nagyon jól hangulatú, szórakoztató adományozási forma, egy show, egy olyan show, ami kicsit olyan, mint egy jól sikerült televíziós show, hogyha ügyesen csináljuk. Ami a számokat azt látjátok, igen, 15 millió forint gyűlt össze eddig az évek alatt, 15 és 19 között, 15 szervezet javára. Ami még nagy előnye általában a közösségi adománygyűjtő, ebben most beleértem a Swimatont is, amelyik ugye a nagykövetes, ahogy mondtam, beleértem akár az élőadást is, ezeknek az adománygyűjtő kampányoknak, hogy ez nehéz ügyeket is fel tud karolni. Tehát a stigmatizált nehéz ügyeknek is van itt keresni valója, sőt, bizonyos értelemben, ezt idézőjelben tehettem volna, de tulajdonképpen felemeli ezeket az ügyeket, szerethetővé teszi ezeket az ügyeket. Itt például olyan szervezetek jutottak adományhoz, mint a Kékpont Alapítvány, amelyik szenvedélybetegekkel foglalkozik. Tudjuk, hogy ez egy nagyon társadalmi szinten, mondhatjuk, hogy ez stigmatizált téma. Itt van az ULE, az utcáról lakásba egyesület, amelyik ugye hajléktalan ügyel foglalkozik, vagy itt van a Menedék és a MigHelp, amelyik szintén részt vett élőadáson, mindkettő bevándorlókon segít. Egy nagyon erős támogatói bázist tud építeni, vagy akár létrehozni egy-egy ilyen kampány, ahol az alkalmi adományozóból könnyen lehet rendszeres adományozó is, sőt, szervezeteknek az önkéntese is. Nagyon nagy a mozgósító ereje ezeknek a típusú kampányoknak, ugye itt azért is, mert már eleve nagyköveteket kell szervezni, vagy az élőadásra azt kérjük a szervezetektől, hogy ők is hívjanak vendégeket. Megerősítés, önbizalmat ad az itt ezeken a kampányon induló szervezeteknek, hogy érzik azt, látják azt itt a hetek alatt, vagy napok alatt, attól függ, milyen típusú kampányról van szó, hogy nagyon sokan bizalmat szavaznak nekik, nagyon sokan nem csak a pénzzel, hanem azokkal a történetekkel, amik ráépülnek tulajdonképpen ezekre a kampányokra, amilyen hozzászólások érik őket nap mint nap itt a kampány ideje alatt, az annak nagyon-nagyon erős az önbizalmat adó a jellege. Szerethetőek ezek a kampányok, például azért is, mert nagyon-nagyon személyesek a történetek. Nyilvánvaló, hogy egy nagykövet, aki elvállal egy ilyen gyűjtést, és hetekig gyűjt egy ilyen ügy számára, az erősen kommunikálja az ő személyes kötődését. A lenti képen azt látjátok, amikor Kovács Gábor Tamás egyik szvimatonistánk néhány évvel ezelőtt úszott, és megkapott egy kupát annak elismeréséül, azon az alkalommal találtuk ki ezt a díjat kifejezetten az ő számára, hogy ő hajléktalan emberként szállt be ebbe a gyűjtésbe, és egy hátrányos helyzetű gyerekeknek szóló fotókurzus számára gyűjtött. Gábor egyébként sajnos nemrégiben elhunyt, de ezt a képet ezt minden konferenciára visszük magunkkal, és nagyon szeretjük. Egy nagyon szép pillanata volt ennek az eseménynek. És amellett, hogy szerethető, ugye még egyszer utalnék arra, hogy ezek az adományozási formák, ezek élményt adnak. Akár az uszodában van ez a közösségi élmény, akár az élőadás esteken van ez az élmény. Egyben játékosak és szórakoztatóak is. És ugye nagy kérdés volt az felénk is, hogy az önkormányzatnak mi a lehetősége, mit tehet a közösségi adományozás fejlesztésére. Én itt most csak néhány dolgot szedtem eddig össze.
Hát egyrészt, ami azt szerintünk a legfontosabb, az az, hogy egy szabad környezetet tud teremteni ahhoz, hogy ezek a típusú adományozási formák egyáltalán fejlődni tudjanak, vagy elterjedjenek. Tehát például nem bélyegez meg együttműködéseket senki. Ez azért nagyon fontos, mert 2019. októbere előtt, az előző kerületi vezetés idejében többször ütköztünk olyan történetbe, hogy valaki, aki elindult a Swimatonon, vagy valaki, aki elindult az élőadáson, vagy akár nem is kell egy kampányt mondani, mondjuk az általunk kezdeményezett Rádió 9 online rádióműsorunkban csak szerepelt, megszólalt, mint civil, kapott sajnos egy telefont és egy dorgálást, hogy hát miért kell szóba állni bizonyos típusú szervezetekkel, miért kell más módon pénzt kérni kerületiektől, nem igazán szerencsés ez. És ezek voltak még így akkor a finomabb hozzászólások. Utalt rá a Miklós is arra a lehetőségre, hogy az önkormányzat, hogyha megismeri ezeket a közösségi adományozási formákat, platformot biztosít ahhoz, hogy ezt mások is megismerhessék, például egy kerületben, akkor azt is megteheti, hogy a saját civil támogatási rendszerét is változatosabbá teszi, ösztönzi ezzel arra egyrészt a civil szervezeteket, hogy ők is bátrabbak legyenek ebben, másrészt pedig ösztönzi a szabad forrás szerzést is, tehát a civil szervezetek felé, illetve hát a lakosságot is tudja ilyesmivel mobilizálni, hogyha ezekről a kampányokról ugye szót, ezekről a kampányokról beszámol. Helyi szinten épít az állampolgári aktivitásra, az nagyon fontos, megbecsülés támogatja ezt egy önkormányzat, azt gondoljuk, hogy ez is indirekten hatni tud a helyi adományozásra, és hogyha teret az ilyen kezdeményezéseknek, például akár természetbeli támogatással mondjuk egy helyszínt ad egy-egy ilyen közösségi adománygyűjtő kampány vagy rendezvény számára, akkor azzal is sokat tud segíteni, de a legtöbbet talán akkor tud segíteni, hogyha beszél ezekről a kampányokról és ezekről a kezdeményezésekről, akár a saját honlapján, akár a saját közösségi média felületein, a helyi újságban, a helyi tévében. Azért elmondhatom azt talán, hogy itt is azért az elmúlt idő években, nem az elmúlt időszakban, de az elmúlt években nem volt olyan könnyű bejutni ezekre a felületekre. És ebben nagyon sokat tehet egy önkormányzat, sokat segítheti a civileket. És még egy dolgot szeretnék nektek megmutatni így a végére. Ez az élőadás kampányunk az jelenleg is zajlik. Vasárnap délelőtt 10 órakor kezdtük el. Ez most egy különleges alkalom lesz, hogy ilyen módon rendezzük meg. Egyrészt online lesz az élőadás estnek az eseménye, másrészt pedig ugye arról van szó, hogy ezt az élőadás estet kiegészítjük most egy 10 napos adománygyűjtő kampánnyal, és ennek csináltunk most egy önálló felületet is, amit itt láthatok. Ha ezt az URL címet nem sikerül megegyezni, semmi baj, mert a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány Facebook oldalán is megtaláljátok ezt az eseményt. Tehát a november 25-i élőadás esemény előtt van ez a 10 napos kampány, és amit most itt remélem, hogy láthattok ti is a monitoron, és hogyha például a támogatom gombot megnyomom mondjuk ennél az első szervezetnél, mert nekem ez a projekt ez szimpatikus, akkor azt látom, hogy a létkezde projekt, az konkrétan vasárnap délelőtt 10 óra óta átlépte az 1 millió forintos határ. Tehát most éppen abban leszünk, az lesz a mi dolgunk, hogy megoldjuk azt, ezt már elkezdtük és folyamatban van, hogy egyeztetve ezzel az alapítvánnyal, ezzel a projektgazdával emelni tudjuk úgy a tétet, hogy ők be fognak a támogatóik számára arról számolni, tájékoztatni fognak arról mindenkit, hogy most akkor mi a teendő, mi az, amivel ők még, tehát mi az a program, mi az a célkitűzés, amivel a támogatókat meg tudják győzni arról, hogy ebbe a bizonyos projektbe még bizony el kellenek a pénzek. Nem számítottunk arra, szerintem ők maguk sem, hogy ennyire gyorsan fognak gyűjteni, de itt például a másik két ügynél is szépen vasárnap délelőtt óta elkezdett felkúszni a számláló. Itt nagyon egyszerűen lehet szintén bankkártyás úton fizetni. 172.000 forintnál tartanak egyelőre a gyűjtésben, itt is 1 millió forintos a cél. Itt az Artemisio Alapítványnak egy projektjéről van szó. És hogyha visszamegyek, hogy még a harmadik ügyet is az igazságosság jegyében be tudjam mutatni, itt a Más Színháznak a Hol Máshol projektjéről,
ráklikkelek ugye erre a támogatom gombra, és akkor itt pedig most 185.700 forinton áll a számláló. Nagyon egyszerű, hasonlóan a NIOKOS felülethez, itt látható az, hogy ki hogy tud regisztrálni, kitölti a kötelező nyilatkozatokat, kipipálja, és utána probléma nélkül el tudja juttatni az adományát ezeknek a szervezeteknek. Tehát most egy 10 napos kampány előzi ezt meg, és november 25-én pedig mindenkit szeretettel várunk az élő adás online eseményén. Ennek van Facebook eseménye is, és nálunk is megtalálhatjátok a Facebook oldalunkon természetesen ennek az ajánlatát. Nagyon szépen köszönöm. Esetleg más közösségi alapítványoknak Magyarországon, a pécsinek, a miskolcinak, vagy lehet, hogy ott megszűnt, nem emlékszem pontosan, ott vannak-e önkormányzatokkal kapcsolatos tapasztalatok, illetve a külföldi önkormányzatoknak, a külföldi közösségi alapítványoknak, az erdélyieknek, vagy az angliaiaknak, ott van-e önkormányzattal közös projekt? Hát a mi közel 10 éves történetünkben ilyen még nem volt, tehát... Se a Swimatonnál, se az élőadásnál, se semmilyen más kampánynál ilyen szoros együttműködés eddig nem volt. Olyan volt, és ezt azt hiszem, hogy el is mondhatom így nyilvánosan is, hogy helyi önkormányzati képviselők részt vettek például az élőadáson, mi sokaknak küldünk meghívót, és volt, aki ezt elfogadta. 2 évvel ezelőtt például Baranyi Krisztina magánszemélyként részt vett az élőadás adománygyűjtő esten. De még egyszer mondom, így klasszikus értelemben, ahogy te rákérdeztél, Gabi, nem volt együttműködés. Az pedig, hogy mi a helyzet külföldön. Ja, még annyi, bocsánat, azért visszautalnék arra, hogy ezt igyekeztem hangsúlyozni a prezentációban is, ugye, hogy nálunk az a belső policy a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány részéről, hogy mi pénzügyi támogatást nem kérünk az önkormányzattól. Tehát ez a fajta társfinanszírozói vagy támogatói szerep, ez nálunk fel sem merült ilyen szempontból. És akkor visszakanyarodva, hogy mi a helyzet külföldön. Külföldön az a helyzet, hogy nagyon vegyes a kép. Tudnélik, a közösségi alapítványoknak a policyjében nem feltétlen van benne ez a szabály, amit mi kitaláltunk még 2011-ben. Ezt mi így alakítottuk ki. Ennek részben, nagy részben oka volt az is, hogy a saját függetlenségünk garanciáját láttuk ebben az attitűdben. Sokkal átpolitizáltabban tudott, vagy működnek itthon bizonyos területeken a dolgok, mint ahogy akár más nemzetközi terepen, ezért ezt biztonságosabbnak éreztük magunk szempontjából, illetve hát az is benne volt, ugye, amit szintén elmondtam a preziben, hogy más civil szervezetekkel nem szerettünk volna konkurálni. Tehát vannak olyan külföldi közösségi alapítványok, ahol van szoros együttműködés, sőt, én több olyan helyen is voltam Európában, ahol olyan közösségi alapítványokkal találkoztam, ahol a kuratórium tagja is akár olyan, aki az önkormányzat oldaláról érkezik, vagy akár polgármestere mondjuk annak a városnak, és ugyanolyan kurátorként szerepel a döntésekben, mint a többiek. Ha megengeded, ezt ugyan tőlem nem kérdezted, de hagyj tűzzem még azt ide, hogy a cégeknek a szerepvállalása az hogyan alakult nálunk. Na, ők viszont most már egész szép számmal bekapcsolódtak ebbe. Tehát például a Swimatonnál is mindig van arra lehetőség, és több nagyvállalat, kerületi nagyvállalat is élt ezzel a lehetőséggel, hogy egy-egy jó ügyet, egy-egy rokonszenves ügyet a palettából, amit mi már ugye előtte kiválasztottuk, a 7-8 ügyből kiválasztanak, azok mellé, az úszók mellé gyakorlatilag ők saját úszókat adnak, a saját céges munkatársaik állnak be azokba a csapatokba, akik ugyanúgy nagykövetként gyűjtenek. Tehát ilyen van lehetőség, volt is rá számos példa, és arra is volt példa, hogy az élőadás adománygyűjtő esten cégek képviselői vesznek részt, és cégként adják az adományaikat utána, vagy ajánlják fel az est során.